a Star Wars a te gyerekkorodnak is a meghatározó része volt? Hát, erről már sokat meséltem. Nem feltétlenül, tehát nem mondanám, hogy a meghatározó része volt. Eleve ugye az utcánkban volt egy videómagnó, az egyik szomszédunknál az egész utcába, és akkor ott én gyerekként az egyik első videóélményem volt valóban a Star Wars, de ha jól emlékszem, akkor talán abban az időben, ami rám nagyobb hatást gyakorolt, akkor az pont a Mad Max volt annó, ami hát valami borzasztó volt annó, utána hetekig azon szörnyűködtünk, hogy hát az hogy üthette el, meg nem tudom én, hogy mi történt, hogyan, tehát az valahogy egy megrázó élménynek tűnt, ha így visszaemlékszem gyerekkoromba. De az egyik ilyen volt mindenképpen a Star Wars, igen, igen. Csak mondom, Veszprémben, én veszprémi vagyok eredetileg, ott moziba ez, vagy hát biztos, hogy ment, csak valószínűleg engem nem engedtek erre, hogy megnézzem, vagy nem volt rá pénzem, úgyhogy én ezt csak videó élményből tudom, ismerem ezt az érzést, de az egyik meghatározó élmény volt, igen. De gondolom, jobban megszeretted ezt a filmsorozatot, hiszen amikor szoktak lenni Star Wars napok, akkor te is beszoktál öltözni. Igen, igen, igen. Hát aztán ez idővel változott, tehát amikor én ebbe 15 évvel ezelőtt a pályám elején belecsöppentem, belekerültem, már akkor, és utána ezt követően pedig pont a Magyar Star Wars Klubnak lettem ilyen, hogy mondják ezt, ilyen tiszteletbeli tagja, ott az elnökkel, a Barta Zoltánnal elég jó kapcsolatban vagyok, és aztán hát egy ilyen vicces beszélgetést követően aztán én is csatlakoztam hozzájuk. Tehát mindenféle jelmezekbe beöltözve jön az egész légió, én meg ott ültem civilként, és akkor egyszerre az egyik ilyen után beszéltük az Olival, hogy mi lenne, hogyha legközelebb én is jelmezbe mennék, és aztán ez annyira jól sikerült, én is nagyon megszerettem, illetve a közönséget látva tényleg megérte ez a dolog, és aztán azóta ez tart. Tehát, hogyha olyan rendezvény van, vagy kifejezetten úgy kérik, akkor magamra öltöm a zenei jelmezemet, és akkor úgy szoktam igazából elmenni ezekre a rendezvényekre. Most a legújabb filmet hatalmas titoktartásra vesztette, tehát én hallottam, hogy biztonsági őrök is voltak. Igen, igen. Ugyanez igen. Volt az előzmény trilógia kapcsán is? Volt, de talán nem ekkora. Talán nem ekkora. Ott is volt titoktartási szerződés, ugyanúgy, hogy mondjam, azért azóta változott a világ is. Sajnos ugye Magyarország érintett lett itt a torrent és az egyéb ilyen illegális letöltések kapcsán. Szintén, ami gondolom, hogy még erre rátett egy lapáttal. Nem tudom, hogy az egyébként külföldön, hogy ott szintén ugyanennyire titkolóztak-e, vagy csak nálunk, de én azt gyanítom egyébként, hogy igen. Tehát, hogy így mindenhol gyakorlatilag ez a biztonsági intézkedés veszte a film bemutatóját, úgyhogy még nem mondjatok semmit, mert nem láttam. Volt rá jegyem, csak sajnos nem tudtam elmenni a bemutatóra. Úgyhogy most tervezem majd, vagy a héten, vagy jövő héten, hogy megnézzem. És az animációs sorozatokban is te adtad a figura, igen, hangját. Igen, a Clone Wars-ban, igen. Szerinted ezek az animációs sorozatok nem húzták le a Star Wars kultuszát? Tehát nem alacsonyították le? Szerintem pont ellenkezőleg. Tehát én azt gondolom, hogy pont egy olyan részét kapták el ugye a történetnek, a második és a harmadik rész között zajlódnak ezek a rajz, ez az animációs történet, arra az időszakra tehető, és szerintem pont az a rész az, amin ráfért, hogy azt a történetszálat jobban kibontsák, mert gyakorlatilag az a legérdekesebb tényleg, ahogy az a fejlődés, vagy tehát az átalakulás, hogy Anakinból Darth Vader lesz, és eljut odáig, és hogy közben mik történnek velük. Tehát, és szerintem ez kellett ahhoz, hogy elő kellett, hogy készítse azt, hogy most ekkora szenzáció legyen az új rész, az új epizód. A színészemvét nem tudom, hogy jól rejtem-e, Hayden Christensen? Hayden Christensen. A Hipervándornál kétszer is szinkronizáltad. Igen. Hát van ilyen, hogy kétszer,
két különböző stúdió ugyanúgy megkapja a munkát, és ilyenkor nem megveszik, hanem legyártatják újra. Gondolom, hogy ennek ilyen anyagi dolgai, anyagi részei vannak, nem tudom. Egyébként többször van ilyen. Most például mi ez a mókusok? Alvin és a mókusok, amit most szintén így veszünk, hogy gyakorlatilag szinte párhuzamosan vettük két helyen, két stúdióba, itt a Masterfilmbe, illetve az SDI-ba. Hát, ez a rajzfilmsor? A rajzfilm, igen, illetve abból most készült egy mozi változat, ahol szintén volt olyan, aki talán mindenkit elfogadtak, egy embert leszámítva, tehát az egyik hang változott. Egyébként nekünk nyilván könnyebb, hogy már egyszer láttuk, jobban fel lehet úgy építeni utána a következő munkánál a szerep megformálását, de van azért az a pont, hogy főleg ennél, ahol ugye nagyon lassan kell venni a szinkront, lassítva is kell beszélnünk, és utána gyorsítják fel, tehát maga a munkafolyamat is nem egy átlagos munkafolyamat, hanem hosszabb időt vesz igénybe, hogy azért fárasztó. Tehát így másodszorra látva meg még fárasztóbb. Vándor Éva mondta a Csibet csapat kapcsán, hogy úgy vették fel, hogy lassítva volt a kép, lassan kellett beszélnie, igen, és utólag gyorsították. És utólag, ez ugyanez volt, igen, akkor. Igen, ez ugyanaz. Igen, igen, igen. És ilyenkor is úgy lehet a színészi játékra Hát ezért nehéz. Figyelni. Ezért sokkal nehezebb, mert ugyanúgy kell figyelni a színészi játékra, ugyanúgy kell figyelni az intonációra, hogy végülis a te hangod ugyanott legyen. Tehát nehéz. Nehéz. Ez egy másfajta játékot igényel, tehát más dolgokra kellett odafigyelni, mint egy egyéb rajzfilm vagy anime kapcsán, ami szintén egyébként szintén azért elég nehéz.